Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Győrben. Mondjuk el az Óm Nám mantrát közösen hétszer. <Szor> köszönöm szépen. Gyorsan mondjon valaki egy számot, 1 és 208 között. Kettest hallottam, sem szavak, sem csend. Egyszer egy ember így szólt a buthához. Nem kérek sem szavakat, sem csendet. Erre Sákyamuni butha megmozdult ültőhelyében. Az ember magasztalni kezdte. Világok által tisztelt, együttérzésed felnyitotta a tudatomat, eloszlatta a téves nézetek fellegeit, és elvezetett a megvilágosodáshoz. Ezután leborult és távozott. Ánanda megkérdezte. Mit tapasztalt meg ez az ember, és miért magasztalt? A buddha így felelt. Ő olyan, mint a jó ló. Már az ostor árnyékára is ugrik. Kérdések. Nem kérek sem szavakat, sem csendet. Te hogyan felelnél? A budha megmozdult, ültő helyében. Ez mit jelent? Mit tapasztalt meg a budhát kérdező ember? Olyan, mint a jóló, már az ostor árnyékára is ugrik. Ez mit jelent? Kommentár. Az ég, a föld, a fák, a vizek nem beszélnek, de a teljességet tanítják. Ha nem látod a helyes utat, az igazságot és az életet, kérdezd meg a napot és a holdat nem tudsz gondolkodni, mi? A kohan egy kicsikét lefogta az elmédnek a működését, és bizony egy kohan erre való. Olyasféle paradoxal állsz szemben, amelyet a diszkurzív, lineáris, vagy egyéb magyar szavakkal illethető elmeműködésed nem fog tudni kinyitni. És innentől kezdve ugrunk ezer évet, Sákyamuni Butha után, Bodhidharma korába, amikor kiderült, hogy a szútrák önmagukban már nem elégségesek. Szükségesek, de nem elégségesek. És az ortodoxtól eljutunk a paradoxig, amelyet a bevet tudással, a megalapozott nézetvilággal nem tudsz megoldani. A legérdekesebb ebben a praxisban az, hogy teljesen időt álló és jövőbiztos, mert az ember mindig a gondolkodására támaszkodik először. És nem hajlandó azon túllépni, mert amit ismer, azt elgondolja. És amit elgondol, csak azt óhatja ismerni. Ha egy kohant meg akarsz oldani, képzeld el, hogy a válasz egy tű a szénakazalban. Szunkzenzen mesternek sok minden miatt hálásak lehetünk, de az, hogy ő először egy kis szénakazlat adott, egy tűvel benne, azért különösen. Felépített egy olyan rendszert, egy olyan módszert, ahol fokozatosan haladhatunk. Ez a tízes skálán egy hármas erősségük van. Látom az arcokat. Ne csüggedj. Ha jössz interjúra, az egyessel kezdjük, az első fokkal, és utána jön ez, és aztán később a nehezebbek. Amikor már nehezebb kóanokat kapsz, akkor nem tudod így kézzel a kis szalmakazalból kivenni a tűt, akkor már két tű van, és a szalmakazal nagyobb, tovább tart, Néha hetekig kapargászod a téves válaszaidat. Látod a saját reakcióidat. Miért nem jó ez? Miért nem fogadta el a tanító? Lehet, hogy nem szeret. Látod a saját reaktív tudatodat, szó szerint a semminek a tükrében. Ezek a történetek annyira transzparensek, annyira egyszerűek, hogy ebben látod a saját elméd működését. És hogyha elég mélyre mész, akkor azt is látod, hogy ha nincs ugyan szégyenkezni való, de büszkélkedni való sincs. Egyszerűen megy a film, kattognak a fogaskerekek. És a kérdés az a pillanat, amikor van egy vágás, és esetleg két filmkocka között meglátod a fényt. Ez akkor következik el a Koan praxisban, amikor a szalmak azzal már akkora, hogy egy életen keresztül sem tudnád szétkapargatni és meglátni a tűt, Ekkor kell egy elképesztően erős mágnes, mert oda teszel a kazal föl, és elkezded rázni az egészet. És a pillanatrázó az talán az intuitív szikra megoldja a kérdést. Szó szerint nem tudod, hogy honnan és hogyan. De ha tudnád, hogy honnan és hogyan, akkor az nem lenne az intuíciód, az mondjuk lenne az érzelmi intelligenciád, az értelmi intelligenciád, a szokásaid finomabbig fele, de nem igazi önvalód működése. Az intuícióban az a szép, hogy igazi önvalónk működése közvetlenül annak a megnyilatkozása. És hogyha ezt gyakoroljuk, akkor semmi más nem kell, mint a tiszta, tükörszerű, térszerű tudat, amelyet a meditáció által újra tapasztalhatunk. Elsajátítani nincs mit. Tapasztalni van mit. A világnak ezen a felén nagyon szeretünk sokat gondolkodni, és a gondolatokat néha beszeretnénk helyettesíteni a tettek helyére. Ekkor azt a hibát követnénk el, mintha a szakácskönyvet szeretnénk megenni az étel helyett, a térképen szeretnénk járni a táj helyett, és a használati utasítást szeretnénk bekapcsolni a készülék helyett. És nagyon sokszor nem veszük észre, hogy ez lehetetlen és nagyon sokszor szeretnénk a gondolatainkat, az elméleteinket a valóság helyére behelyettesíteni, hogy ez megjósolható, kontrollálható, általunk teremthető legyen. És aztán rájövünk, hogy ez mind illúzió. Ez mind korlátolt és hiába való, és hogyha meg akarjuk a teljességet ismerni, akkor tényleg kérdezzük meg a napot és a holdat. Más kóanok kommentárjában ha nem látod a helyes választ, kérdezd meg egy fát. Majd az megtanít. Nagyon nehéz elhinni a gondolkodó elméddel, hogy a nem gondolkodás tanítása messzebbre visz. És nem is az elméddel hiszed el, hanem a válsághelyzeteidben belátod, hogy az addigi rendszereid, modelljeid nem működtek, és most kell valami, ami nem gondolati alapú, hanem anélkül működik, hogy lenne neve vagy formája, fogalmi bázisa, múltja, jelene vagy jövője. Érdekes módon ez a valami bennünk az ember, de ez látja az embert. Gyermekekként születünk, úgy, ahogy felnövünk, és utána mi van? Tehát gyermek ember, felnőtt ember, és mitől lett a felnőtt látó? mitől lett a felnőtt világos tudatú. Itt van az a harmadik lépés, ahol nagyon sokféle utat választhatunk, de ha nem tennénk ezt, akkor maradnánk a felnőtt ember komor, szigorú világában, ahol már nagyon sarkosak a szabályok, ahol már nagyon sok remény és félelem van, és nem tudnánk újra gyermekek lenni, és tapasztalni valamit, amely túl van minden jelenségen ahol végre az alfa és az omega ismét találkozik. És a zen szó szerint azt jelenti, hogy válj egyé, térd vissza ehhez az egyszerű és tiszta lényekhez. És ez az egyéválás tapasztalat, a gyána, aztán kínaiul csanna, majd csan, koreaiul szon, és japánul zen. Így nevezzük azt az utat, amely a joga 8 fokozatában a hetedik, ha gyakorlod, akkor tapasztalod előbb-utóbb ezt az intuitív szikrát, és megoldod a paradox kérdést. Ha pedig nem gyakorolsz, akkor nem. És ezzel sincs semmi baj mindaddig, amíg nem szeretnéd az illúzióidat a valóság helyére behelyettesíteni. Honnan tudod, hogy ezt a hibát elkövetted? Onnan, hogy szenvedsz és szenvedtetsz. A nap és a hold nem szenved vagy szenvedtet. Mennek az útjukon, járják a pályájukat. Mi emberek a születéstől a halálig az életünket nagyon nehezen tudjuk egy ívnek látni, vagy egy útnak látni. Nagyon sokan sorsról beszélnek, kényszerekről, balesetekről, szerencséről, előfordulásokról, megszűnésekről. De nem beszélünk arról, hogy tudatosan járjuk az utat, hogy elvállaljuk a születést, és hogyha le akarjuk küzdeni a halálfélelmet, akkor először talán az élettől való félelmet kéne leküzdeni. A kettő tényleg mérhető egymáshoz. Az út nem technika, nem kultúra függő, nem nyelv függő, még csak nem is műveltség függő. Ahogy egy másik történetben olvashatod, megszerzett tudás nélkül már teljes vagy. Ezt ízlelgesd, mennyire tudod ezt elfogadni, vagy mennyire ragaszkodsz a könyvtárhoz, és nem a könyvtárakkal van a probléma, azokra szükség van. Ha ragaszkodsz a gondolkodáshoz, akkor veled lesz a probléma, mert nem ismered föl helyesen a helyzetet, nem teremtesz megfelelően kapcsolatot, és nem működsz, vagy nem cselekszel helyesen. Ezekből a hibákból látszik az, hogyha összecseréled az önképedet az önvalóval, és minél mélyebb ez a hiba, annál nagyobb a szenvedés, annál kevésbé látunk, annál inkább a saját önképünkre próbáljuk formálni a világot és a másik embert. És a Buddha tanításában sem jó, sem rossz hír nincs, csak világosan kiderül, hogy mindez nem szükséges. Ez egy teremtett világ. Közös tudatunk által, közösen teremtett világ. Ha ez a tudat tiszta, akkor ez a teremtés is tiszta. Ha ez a tudat nem tiszta, akkor ez a teremtés sem az. Hölgyeim és Uraim, kinek van kérdése? Hogyan lehet a kezdő szellemet fenntartani? Hallod ezt a hangot? Igen. Így. Mindig hald meg a hangot tisztán. Ne gondold azt, hogy ezt már hallottam, vagy majd hallani fogom, de most nem hallom. Ebben a pillanatban mindig mindenki kezdő. Mer kezdeni, és akkor tiszta lappal indulsz te is, és engeded a másikat is tiszta lappal indulni. Ha nem, akkor valamilyen karmarétek mindig ott van, mindig rád rakódik. És ez a rárakódás, a szenvedés gyökere. Nem azt jelenti, hogy ne használd az emlékeidet, a tapasztalataidat, hanem azt jelenti, hogy egyszerűen, tisztán, mindenkinek, így magadnak is add meg az esélyt, hogy újrainduljon. Jó, ha ezt minden reggel megteszed a meditációd által, a lelked sokkal frissebb lesz, mert az évek, évtizedek, életek karmája nem nyomja állandóan. Ezt le lehet vetni, mint egy hátizsákot. És a kezdő szellem az újra tisztán lát, újra tisztán hal, és újra tisztán látja a másikat, ahogy van. Nagyon értékes a kezdőszellem szellem ellentetje, vagy hiánya az, amikor azt hiszed, hogy te elértél valamit, és akkor már megvan. Párkapcsolatban ez a birtok viszonynak a felállása, ami nagyon más, mint az elkötelezettség, vagy a hűség. A birtok az a tévedés, hogy ő megvan. Magyarul betettem a zsebembe, betettem a szobába, ott van a konyhában, ott ül mellettem mindig az autóban, és ettől ő megvan. Nem küzdök meg értem minden nap, nem kezdem újra a kapcsolatot még három évtized után is minden nap. És akkor ettől felrakódik az a karma, amitől egy idő után nem tudod miért, de elviselhetetlené válik az egész. És nem tudsz rámutatni egy nagy dologra, néha igen, legtöbbször nem. Részletek apró, akáctüske-szerű szúró felhalmozódása. És hogyha a kezdő szellem megvan, akkor minden pillanat tiszta és és visszavonod ezeket a duális gondolatokat és karmákat. hogy azért kell visszatérni ebbe a pontba, hogy a tudat tiszta legyen, és a kezdő szellem meg legyen. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? És mi lesz, hogyha ebből a kezdő tudatból nem indulunk el? Vagy nem veszük vissza a hátizsákot? Akkor visszamaradunk. Akkor az lesz, hogy nem fejlődünk az életünkben, akik nem indulnak el, azok általában nem mernek, vagy nem akarnak elindulni. Előbb-utóbb minden akadály elhárul. Előbb-utóbb az akaratod megnyilvánulhat. De akik ragaszkodnak a névhez, a formához, és nem mernek elindulni az úton, azok nem érnek meg. Hanvas ezt úgy fogalmazza, hogy vannak olyanok, akik megrekednek az úton. És aki az úton megreked, az nem meri felvállalni a mulandóságot, a feltételhez kötöttséget és a tökéletlenséget, azaz a hiba elkövetését. Ahhoz, hogy felnőttek legyünk szellemileg is, és ne csak fizikailag, ahhoz az élet három alaptörvényét be kell látnunk, hogy mulandóak vagyunk, hogy nem vagyunk tökéletesek, és függő viszonyban élünk másokkal, mással. Elindultál az úton? Szerintem igen. Örülök. Köszönöm. Szívesen. Folytasd is. Más kérdés? említetted, hogy fel kell menni a hegyre, és le kell menni a völgybe is. Koreában, amikor ott voltál kint, akkor ezt hogyan tudtad megvalósítani? Koreában az életmód nagyon-nagyon erre volt kitalálva, mivel ma haján a szerzetességről van szó. Az azt jelenti, hogy ébredj föl és segíts másokon. Ez a gyakorlatban úgy nyilvánult meg, hogy évi kettő darab 90 napos elvonulásunk volt. Ez volt fönt a hegyen, szó szerint. És utána három hónap szünet az elvonulások között. És ekkor tanítottunk, segítettünk, dolgoztunk a templomnak, és persze a mindennapi gyakorlat az volt, reggel délbe este, de az elvonulás az más. Az elvonulás az csak meditáció és egy kicsi munka. A völgyben lévő időszak, Koreol Heijé, a laza időszak, az sok munka és kevés meditáció. Ekkor tanítasz, ekkor segítesz, és ez nagyon-nagyon jól látszott, hogy milyen minőségű munkát végeztél fönt a hegyen, mert hát annál jobban tudtál dolgozni, eredményesnek lenni, mások kérdéseit megválaszolni a völgyben. Így telt hat év. És a mester, Szunkszenzen mester minden egyes nap, ha csak nem utazott, vagy nem volt kórházban, feljött a darmaterembe reggel 8-kor, leborult a buddha előtt, mi leborultunk előtte, a szerzetes vezető felolvasott egy kuant, azt ő kommentálta, és utána lehetett kérdéseket föltenni. Ez egy hatalmas érték volt. Zenmester még így tanítványoknak nem volt elérhető, mint ő. És ezért is tudtuk a tanítását elsajátítani olyan mértékben, hogy az ide hazahozható legyen a felhatalmazása által. Úgyhogy mind a hegyre, mind a völgyre szükség van. Hogyha nem mész fel a hegyre, akkor nem tudsz senkinek sem segíteni, még magadnak sem, mert csak részmegoldások vannak. Nagyon keskeny sávban látod a világot és magadat. Ha viszont fönmaradsz a hegyen, akkor nem tudsz másoknak segíteni, mert van olyan, hogy a függés. Van olyan, hogy olyan jól el vagy az enteremben, hogy még a hegyét, a völgyben lévő laza időszakot is föntöltöd a hegyen. Erre lehetőség van, de ez nem kötelesség. Vannak szerzetesek, akik Éveken keresztül csak egy-egy napra jönnek le a hegyről, és láthatóan nagyon jól érzik magukat, rengeteg követőjük van, de nagyon kevés tanítványuk. És a követő és tanítvány között óriási a különbség. A követő erényt gyűjthet, de nem fogja elérni a felébredést. A tanítvány, hogyha helyesen gyakorol, helyes a hozzáállása a tanítóhoz és a tanításhoz, akkor elérhet egy felébredettebb állapotot. Ezért van ugyanebben a könyvben, a Küzdj és egy könyvben egy olyan történet is, amikor ugye Butha három alkalommal adta át a tant, vagy mutatta be a Buddha természet működését, és ebből az egyik az volt, amikor Mahakási apa, egy fiatal tanítvány, de nagyon régen gyakorló jogi, közeledett a szanga hátsó soraiból, és a butha helyet adott maga mellett a japának. És ez volt a tannak egy olyasféle kinyilatkoztatása, amely a mai kohánhoz hasonlóan nem szóbeli kijelentéstől függött. A másik nagyon fontos és hasonló mozdulat az volt, amikor a butha nem szólt, várták a darma a tanítványok, de ő nem szólalt meg, hanem egy idő után felmutatott egy szálvirágot, Ekkor Mahakás aki akkor már az első sorban ült, elmosolyodott. És akkor a buddha megszólalt, hogy rendelkezem az igaz tanítás szemével, a forma nélküli igaz formával, a mindent megváltó nirvána kapujával, melyet most átadok Mahakás Tehát amit a hegyen letisztítasz, elérsz, azt át kell adnod másoknak. Nem tarthatod meg magadnak sem az életmód, sem a gondolkodásmód szintjén. Önkéntelenül is egy énség lenne belőle, és azt az énséget már nagyon nehéz megbontani, nagyon nehéz lehozni. Úgyhogy én azért is hálás vagyok szunk mesternek, mert soha nem engedte, hogy túl sokáig maradj akár a völgyben, akár a hegyen. Én lényegében lélek és tudat közötti kapcsolatról szeretnék kérdezni, ez pontosabban. Hogyan zajlik, milyen kommunikációban az egyik befolyásolja -e másikat? Hallod-e a saját hangodat? Igen. Akkor tudatában vagy a hangodnak. Ez a hangtudatosság. Érzed-e a saját testtartásodat? Igen. Akkor ez a testtudatosság. Érzed-e a saját érzelmeidet? Akkor ez a lélek tudatosság. Tehát a lélek sokkal több, mint puszta érzelem. Tehát, hogyha hallod a hangot, látod a látványt, érzed az érzelmet vagy érzeményt, és látod a gondolataidat, ez a tudatosság gyakorlása. A legnagyobb feladat az, hogy különböztessük meg a tükröt a tárgytól, és ezáltal a tükör egyé válik. Ha összetéveszted magadat a tudatott tárgyaival, akkor állandóan darabokban vagy, fel vagy szabdalva, Fordítva, a felszabdaltságérzés belül, a szétesettségérzés, az attól van, hogy gyenge a tükör, és beleragadnak a tárgyak. És ezáltal a tükör szét tud törni. Kis buborékokba tud széttagolódni. A meditáció azt jelenti, hogy a tükröt megkülönbözteted a tárgytól. A nem mozdulót a mozdulótól. Az önvalót az önképtől. A jelenséget a lényektől a nem kettősséget a kettősségektől. És innentől kezdve, ha ez a nem mozduló, nem keletkező, tisztánlátó, térszerű és tükörszerű erősebb lesz, mint a jelenségek áramlása, az érzékelések, a gondolkodás vagy az érzelmek, akkor meg tudsz maradni a középpontodban, meg tudsz maradni önvaló tapasztalatában, de ha nem, akkor a jelenségek elsadarnak. Tehát lélektudatosság és testtudatosság egyszerre ez ennek a pillanatnak a tisztasága, és innentől kezdve ez már csak gyakorlat kérdése. Ezért a zenben alig találsz módszert. Igen, van a nagy kérdés. Igen, van mantrapraxis. Igen, van leborulás, ülés, éneklés. És ami a legegyszerűbb, hogy csak fogd föl a hangot és érezd a teret. De ezen kívül nagyon kevés van. Szinte most elmondtam minden címszavakban. És ez azért van, hogy a módszer maga később ne váljon akadályá. Minél egyszerűbb a módszer, annál jobban tudod kezelni. Ha nem, akkor egy nagyon bonyolult módszertan téged fog uralni. Úgyhogy a tudatosság az ennek a pillanatnak a tisztasága, amikor a testi és lelki folyamataidat tisztán látod, vezérled, azonosulás nélkül. Jó? És lélek képes Tud illúziót gyártani? Csak azt tud. Más nem. Köszönöm. Köszön. Szívesen. Többször mondtad már, hogy mi választjuk a szüleinket. Mi van akkor, ha van egy házas pár, és a hölgy megcsalja a férjét, és így születtem én akkor nagyon kell vigyázni, hogy sem ezt a karmát, sem az erre adott reakciót ne vitt tovább. Hogy a te életed sokkal tisztább legyen. Ehhez ezt a családi karmát le kell tudni vetni, és ez azzal jár, hogy meg kell találnod a helyedet a családon belül, a viszonyrendszerben. Mindenki halott. Nagy rész, 90 Én úgy mondanám, hogy ők nincsenek testben. De én is idős vagyok már, szóval ez egyértelmű. És lehetséges az-e, hogy egy állandó, tehát gyermekkorom óta a bizonytalanság minden szinten? Persze, az ebből is fakad, hiszen, hogyha megcsalás volt a családban, akkor a bizonyosság, a hűség eltűnt. És ez terjed a valóság egyéb tapasztalatára is, ez kisugárzik. Tehát ahhoz, hogy ez megszűnjön, le kell választódni a családi karmának erről a részéről, és akik részt vettek a megcsalásban, azokkal elvégezni három nagyon fontos műveletet. Akárkik is voltak, valami jót csak kaptál tőlük, és ezt meg kell tudni köszönni. Tehát az első művelet az a köszönet és a hála. A másik pedig az a fajta megbocsátás, amely kölcsönösnek kell, hogy legyen, hiszen nem csak ők követtek el hibát, hanem te is te a sajátodat, ők a sajátjukat. Tehát a megbánás és megbocsátás művelete a második nagy fokozat, és a harmadik pedig az úgynevezett útrabocsátás. Nem szeretem azt az szót, hogy elengedés. Mert az elengedés és megragadás az valójában ugyanaz, csak két oldalról. Tehát az útrabocsátás az azt jelenti, hogy ők mennek a saját útjukon, te pedig a sajátodon, és ekkor vagy szabad. Ekkor mentesültél attól a karmától, ami miatt te oda születtél, és ők el is követték. Ebből a szempontból sajnos teljesen mindegy, hogy testben vannak-e vagy sem, mert az arhetipusaid között ezt a mintát te viszed magaddal, és hogyha nem gyomlálod ki, akkor továbbadod az utódoknak. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés. Mit jelent az, hogy az arhetipusaid között? A benned élő valóság mintázatokba rendeződik. Amit te apádból tapasztaltál, az belül egy apa feliratú dobozban van. A typosz az veret. Az arché az uralkodó. Az arhetípus az az uralkodó mintázat. Az azonosulás legerősebb része. amit te apáidból, különböző életeken keresztül, aki az apád volt, ebbe a dobozba beletettél, az az apai arhetípus. Anya ugyanez. Amilyen párkapcsolati tapasztalataid voltak életeken keresztül, beraktad az azonosulás, érzékelés, emlékezés folytán egy párkapcsolat feliratú dobozba. Ezt, hogyha nem írjuk fölül, akkor nagyon hasonló választásaink lesznek, mint korábban. Pusztán azért, mert megszoktuk őket. De hogyha leválasztódsz ezekről a mintázatokról, a typoszról, a veretről, akkor meg tudod őket változtatni. Ha nem, akkor ezek uralnak téged. És ezt a belső valóságot ki lehet tenni külső térbe, művészettől kezdve, terápiáig, nagyon sokféle módszerrel. És mi, hogyha látod ezeket a mintázatokat, akkor meg tudod magad különböztetni tőlük, sőt, megláthatod azt is, hogy te hogyan teremted és tartod fönt ezeket a mintázatokat, ekkor az is nyilvánvalóvá válik, hogy hogyan törölheted el őket, vagy változtathatod meg őket. Ezért van a meditációnak, a látásnak ekkora szerepe, mert ha ezt nem tennénk, akkor állandóan ilyen marionett figuraként mozdítanának minket a saját emlékeink, arhetipusaink, a bennünk élő mintázatok. Jó? Köszönöm. Szívesen. Miért gondoljuk azt, hogy a, az anyag többet jelent, mint az idő? Azt mondom, amit te gondolsz. Te mit gondolsz? Én lehet, hogy nem azt gondolom, amit te. Én nem gondolom, hogy az, az többet jelentene. Akkor tedd fel azt a kérdést, ami a te gondolataidról szól. Véleményem szerint az idő többet jelent, mivel hogy az, az, véges. Az abstrakció poklából próbálok kiszedni téged, de nehezen megy. Tégy fel egy konkrét kérdést, ami valódi probléma, és nem pusztán az elmének egy absztrakt játéka. Igazából, ö, amit látok más embereken, azt, azt fogalmazódott meg bennem. Amit látsz magadban, azt fogalmazd meg. Az idő többet jelent nekem. Örülök, hogy ezt megfogalmaztad. Kinek van még kérdése? Tessék. Mi az az idő? Hány óra? Nem tudom. Akkor nem tudod, mi az idő. 3-4-8. Számodra most az az idő, ha Londonban lennél, az is más lenne, ha Új-Zélandon az is más lenne. Az idő és tér relativitását szerencsére nem csak Einstein mutatta ki, hanem nagyon sok más ember, hogy az idő élményét mi teremtjük. lineárisan, ciklikusan, pontszerűen, hullámzó síkszerűen, de az elménk az, amelyik az idő élményt megteremti. Ugyanúgy a testünk az, ami a tér élményt, tapasztalja. És hogyha nem ebben a testben lennénk, és nem ilyen elménk lenne, akkor nem háromdimenziós teret és egydimenziós időt tapasztalnánk. Azért egydimenziós az idő, mert nem tudod visszafordítani. Kétdimenzió esetén síkban megfordulnál, mint egy intelligens hangya. Háromdimenzióban nagyon nagy lehetőségeid vannak. Szaltó, bukóforduló, úkanyar, na, na, nagyon, sok mindent lehet 3D-ben. De egyben nem. Van egy linearitás, ezt úgy hívják, hogy mulandóság, és akármit csinálsz, nem tudod fölülírni. És paradox módon ez adja meg az életértékét. Most lennénk nagyon óvatosak a tetteinkkel, hogyha vissza menni egy kontrollzével z tegnapra? Nem hinném. Úgyhogy ez az idő és ez a tér pont úgy van összerakva, ahogy nekünk kell. Ez így jó, ahogy van. Különben az életben nem akarnánk fölébredni. De így, így azért van ám stressz. Megszülettünk, rendben, de hogy meg is halunk, az ne, 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 ne. ne. Találjunk már ki valami, és kiderül, hogy akármit csinálsz, akkor is meghalsz. Tehát innentől kezdve nem mindegy, hogy hogy éled az életedet a két pont között. És az az érdekes, hogy az emberben van valami, ami tud erről. Tud az időről és a térről. Tud a mulandóságról és a függésről és a tökéletlenségről. Tehát ez a valami, ez úgy tűnik, hogy látja ezt, de nem függ tőle és nem része ennek. És ha ezt tapasztaljuk, akkor az időt is és a teret is az oldaladra állíthatod. Magyarul úgy érzed, hogy te pont ott és akkor vagy, sőt, akként vagy ahol és amikor neked lenned kell. És ekkor vagy a helyeden. Ha valaki állandóan térben és időben úgy érzi, hogy nincs a helyén, hogy ő máskor van, hogy ő előbb van, vagy később van, máshol és más helyen van, mint ahol lennie kéne, sem az emberi viszonyai, sem az élet célja, sem a működése nincs rendben. Tehát a gyakorlatból az is következik, az illúziók levételével és letételével megtalálod a helyedet a világban, és megtalálod az idődet a világban. És ekkor furcsa mód megszűnik a félelem. Innen tudod, hogy a helyeden vagy. Tehát akkor magyarul nem az idő és a tér is hagyományos értelemben egy illúziónak számít? Nem illúzió, vigyázzunk, hanem teremtett relatív valóság. Olyan nincs, hogy mondjuk a barátnődnek azt mondod, hogy egy órakor találkozzunk a városháza előtt, a két órát, és egyszerűen már eléggé ilyenkor morcos a párod, és azt mondod neki, hogy édesem, nem tudtad? Az idő csak egy illúzió, most hallottam Szúnyimtól. Szúnyim, hát megyek, és, és akkor a pofon az is illúzió lesz. Na, szóval nem, nem, teremtett valóság, és a közös teremtés az az egyesség. Közösen teremtettük az időpontot, és közösen tartjuk be. Így relatív, és nem úgy, hogy ja, hát ha akarom, létezik, ha akarom, nem. Ez az illúzió nagyon alacsony szintű önös felhasználása. <laughs> Egyéb kérdés? Ugye azt tanítják, hogy a jövő nincs, meg a múlt sincs, csak a jelen van. Ezt ki tanítja? Hát, hogy sokan. Szóval Én nem, és idő. szerintem ezeket a tanításokat vidd oda-vissza, honnan hallottad, ezek eléggé veszélyes keverékek. Mm -hmm. Olyan van, hogy a múltra, jelenre és jövőre szakadt tudat nem érheti el a felébredést, ez a gyémán szutra, ezt Sák úrunk ő tanította, de amit te idéztél, az egy enyhén lesarabolt változata, ezekért azok felelősek, akik ezt kimondták? Mert ugye mondtad, hogy az idő az egy, egy teremtett dolog, tehát nem objektív létező. Nem így van. Attól, hogy teremtett, még lehet objektív. Tehát ezt a botot valaki megteremtette különböző vágó, szárító, faragó, csiszoló és egyéb mozdulatok által. Ettől ez nagyon konkrét. Nincs is több kérdése. Nagyon örülök. Kinek van? Ki meri a konkrétságot fölvállalni? Tessék itt, mondjad. Én a gyakorlással kapcsolatban szeretnélek kérdezni, hogy azt veszem észre, hogy a mantrázásnál valahol ott hátul tolonganak ezek a gondolatok, de szerencsére nem tudnak előrébb férkőzni, mert ez a mantra valahogy ad egy ilyen. Fa, nem falat, de. Jól mondod, tűzfal. Ez egy tűzfal élme. Így, így van? Tehát látom, hogy ott vannak, uh -huh. de nem jönnek elő. De a mihez kérdésnél, a mi kérdésnél, Ilyen kategórikus, mint a botot, hogy így. Hopp, így a miheznél eltűnik. Tehát az első kérdésem az, hogy a ezre van válasz, vagy van igazi, valóságos válasz, vagy én gyártom azokat? Hát az első válaszom a kérdésedre az, hogy ha az elméd gyárt valami választ, akkor az jön és megy, és mi nem ezt keressük. Tehát nem jó és nem rossz az, amit az elme a mihez kérdésre válaszul, oda a homlok lebenyedbe, de nem azt keressük. És hogyha a mi ez nagyon kategórikus, és ez neked rendben van, akkor dolgozhatsz azzal. A mantra szándékosan úgy működik, mint a tűzfal, mert arra találták, hogy nagyon kemény karmákat tartson a tükörtől egy bizonyos távolságban. Úgy szoktam mondani, látó távolságban. Tehát, nagyon kemény karmákkal érzelmi válság, gondolati összeomlás, egyebek, ezekkel kell szembenézni, akkor a mantra azért működik tűzfalként, hogy ne ragadjon rád, és ettől megvakulsz, vagy ne tűnjön el a látóhatáron túlra, és ezért nem látod. Ez kétféle elfolytás típus. A mantra nem engedi, hogy ez megtörténjen. Tehát ahogy nagyon jól mondtad, a tolonganak, Esetleg tapasztaltad, hogy nem a végtelenségig tolonganak, hanem bele tudnak olvadni a mantrába. És ettől a mantra erősebb lesz, és a gondolkodás pedig gyengébb. Ez egy teljesen normális dolog. A kérdés viszont sokkal erősebb ebből a szempontból, nincs ez a tűzfalélmény, hanem így, mint hogyha az egész gondolkodás ki lenne iktatva, és ami így megjelenik, így szikra, megjelenik és eltűnik, és kész. Ez nagyon jó. Engedni kell ezt a megjelenést és eltűnést annélkül, hogy a kérdés elveszne. Nem veszhet el a kérdés. És ezért két fázisa van a mi eznek. Az egyik a verbális, minden belégzésre fölteszed, és a kilégzés az vagy üres, vagy mondod azt, hogy nem tudom. A másik pedig a szóbeliség nélküli, magyarul nonverbális, amikor már annyit hangoztattad a kérdést belül, hogy nem kell kimondani. Ahhoz hasonló, amikor egy vezetőt éppen instrukciókkal látsz el, és mondod neki egyenesen, egyenesen, barátom, egyenesen, tovább, és egyszer csak nem szól semmit, ugyanazt éri, csak nem szólaltál meg. És innentől kezdve a kérdést is lehet verbális mondat nélkül föltenni, csak az nagyon sokat kell gyakorolni előtte, és akkor a tudat automatikusan a megszokás alapján a helyes irányba áll. Tehát a kezdő katona, hogyha jön az előjáró, akkor állandóan itt a felszerelését igazgatja, hol a sapkám, hol a... meghúzom a nadrág szíjamat, gyorsan megigazítom a kis zubbonyomat, stb., és akkor késik, és nem tud vigyázba állni. Az öreg katona, megjelenik az előjáró, egy másodperc, egy zör, és már is vigyázban áll. Na, a tudat ezt tudja, hogyha a kérdést eleget gyakorolta. Már nem keresgéli a pillanatot, hogy hogy vagyok jelen, hogy seprem ki a gondolataimat, hogy haladom meg az érzelmeimet. Egy mozdulat a kérdésnek egyetlen egy minutája és vigyázban áll, éber, tiszta, a jelen való és készen áll arra, hogy a valósággal szembenézzen belsővel és külsővel egyaránt. Ez a különbség. Azért is köszönöm, mert nem tudtam ezt a nem tudom választ, ezt a Kilégzésnél ez nagyon sokat fog segíteni, mert úgy vettem észre, hogy a kilégzésnél vannak a problémák. Kezdőknek azért nem tanítjuk, mert a nem tudomot az információ hiányával kevernék össze, és akkor azt gondolnák, hogy itt a tudatlanságot helyezzük a piedesztára. Nem. A nem tudom az a nem gondolkodott tudat tapasztalása és kimondhatott kilégzéskor de ez a kezdő instrukcióinkban szándékosan nem szerepel, hogy ha az illető jön tovább, akkor majd elmondjuk, mert már túljutott az első fázison, hogy csak kérdezés, nincs belül válasz, nincs viszont frázisra. Olyan rövid az az idő, amíg nincs válasz. Tehát mivel minden, Okos vagy, bizony. minden belégzésnél jön ez, ami ez, ezért mindig olyan rövidek a Akkor hosszabban a kell kilélegezni. És hogyha hosszan lélegzel ki, akkor nagyon nagy a szünet két gondolat között. Jó? Igen. Okay. Köszönöm. Egyéb kérdés? Szívesen. Itt, tessék. Arról kérdeznélek, hogy a megfelelési kényszer és a maximalizmus az honnan jön, és mit lehet ellene tenni? Nem megfelelő a kérdésed. Nem akarok válaszolni rá. <laughs> Ugy, hogy nem töltött el jó érzéssel, amikor azt mondtam, hogy nem akarok megfelelni. Nem akarok válaszolni. Miért? úgy érzed, hogy leválsz valamiről, vagy esetleg valakiről. Tehát megfelelési kényszer 99 ban szeretet vágy. Oké? Okay? Az az egy amikor a fiúknál ez a személytelen abstrakció, hogy tökéletesség, még az is szeretet vágy. <laughs> Csak több áttételen keresztül. Tehát ezért van ez. A maximalizmus pedig az, hogy Úristen, nehogy ne ismerjék el az erőfeszítésemet. Nekem mindenkinél jobban kell csinálni engem szeressenek, díjazzanak, emeljenek magukhoz a legjobban. Na, ezzel önmagában nincs baj, hogy törekszel, meddig, miért, kiért. Mert néha ezt rútul kihasználják. Rútul. Ezt ne hagyd. Amikor visszajönnek vele, köszönöm szépen, merd megvonni, és ne kényszer legyen belőle, hogy meg akarok felelni mindenáron. Nézd meg, hogy mikor van az, hogy ez a feladat, elvégzem, a feladat elvégzése önmagáért beszél, ez vélemény független, gondolhatsz akármit, objektív. Vagy az, hogy hát én valójában neked szeretnék megfelelni. És itt a feladat szubjektív. És itt én lehetek akármilyen okos, meg kreatív, de ha te nem szeretsz engem, akkor én nem feleltem meg a feladatnak. Tehát az, hogy ez objektíválható, vagy pedig nagyon szubjektív és személyfüggő, ezt át kell látni. Ezt nagyon át kell látni. És akkor a helyes irányba mész, és nem döngetsz ajtót, ami soha nem nyílik ki, és nem hiszed el, hogy az az ajtó örökre zárva van. Ezek a helytelen reakciók. Jó? Köszönöm. Szívesen. Honnan lehet felismerni, hogy két ember egy esetleges korábbi életében találkozott egymással? Fogalmam sincs. De pont a fogalmam sincs, től lesznek déjà -vük egy ilyen nagyon érdekes érzés, hogy hát igen, már akkor se volt rendes ember. Több életnyi karmánk van, de hát ez olyan felhalmozódás, hogy hihetetlen. Egy szó, mint száz, teljesen mindegy, hogy hány életen keresztül jártuk a köröket, most találkoztunk. És amit most megélünk egymással, ez a legfontosabb. És az, hogy hány inkarnáción keresztül kotortuk ezt az avart, és raktuk a tüzet, és építettük a házat, és főztük a levest, és takarítottuk a latrinát, teljesen mindegy. Egy biztos, akit igazán nem szeretsz, ahhoz nem tudsz alkalmazkodni, és ő sem hozzád. És ez írja föl az összes többi karmát. Tehát tudsz -e változni a kedvéért, tud-e ő változni a kedvedért, és itt a kedv az nem a puszta tetszés. Ezt értsd jó. Mindegy, hogy hány életen keresztül nyomtátok, teljesen mindegy. Köszönöm. Szívesen. Alapkérdés, mi az élet értelme? Miért jöttél ma este ide? Sok videót megnéztem már az interneten, kíváncsi voltam a jelenlét, hogy ez milyen erővel, milyen, milyen, hatásokkal jár. De igazából... Mi az értelme a videóimnak? Én úgy gondolom, elindít egy úton. Egy olyan úton, amit eddig nem tapasztaltam a okay. Az mi az értelme ennek az útnak? A felébredés. Mi az értelme a felébredésnek? Egyévállás. Mi az értelme az egyévállásnak? Ez egy újabb kérdést vet föl. Miért potyantunk ki az egyből? Kipotyantunk az egyből? Szerintem igen. Szerintem nem. Akkor miért vagyunk itt? Miért nem? Ezzel a két vonallal, a tükröző és a kiegészítő vonallal bemutattam, hogy a racionális intellektus itt teljesen reménytelen. Tehát akármelyik irányba indulsz, egy ilyen abszurd kis humoros körrel visszaér a saját kezdőpontjára, és semmilyen objektív, tőle függetlenül értelmet nem fog tapasztalni. Mi értelme van a napsütésnek? Nincs. Ó, hát a napsütés ezért tiltakozik, hát gondold el. Tehát. Csak itt sütök hiába. Szép. Hát ennyi. Okay. Tehát az a szép, hogyha belátod a jelenségek üresség természetét, akkor az is kiderül, hogy ez az értelem adható. Ha a jelenségek ürességének, ha a jelenségek ürességét tudomásról vesszük, az fáj. Nem? Miért fáj? Miben csalódsz? A jelenségekben. Nem, valójában magadban csalódsz. Lehet. Mert nem tudtad azt a világot olyanra suvikszolni, ami erre te szeretted volna, be kell látni az nem csak hogy az üresség természetüket, mondok jobbat, az eredeti nem létezésüket. Ez milyen? Ez teljesen lehangoló, nihilista, borzalmas. Ugye? Na amikor azt mondom, hogy a jelenségek általunk teremtettek, az már ilyen bicskós, ficskós, kreatív mondat, pedig ugyanarról van szó. Hát az, hogy eredetileg a dolgoknak nincs értelme, hanem te adod az értelmüket, ha akarod, ez szerintem egy teljesen tisztességes kijelentés. Örülök, akkor ezzel menjünk ma haza. De nem rögtön. Van-e még kérdés bárkitől? Tessék, van. Ez a üresség természet kifejezés, ez, ez rendkívül zavaró. Engem nem, is zavar, nem tudok jobban. Ne, nem volna jobb úgy nevezni, hogy minősítés nélküli, mert az, hogy üres, ugye, itt keresem. Jobb lenne, de nem tesszük. Azért az üresség természet az jóval nagyobb ugyor, mint a minősítés nélküli. A minősítés nélkül ez a tulajdonságok nélküliségre utal. Az üresség az, hogy önmagában az úgy tőlünk elkülönült kis entitásként eredetileg az nincs. Tehát ez egy jóval mélyebb dolog. Nem szeretem én se a puszta üresség szó tehát nem is hallhatjátok sokat. Különben ilyen nihilista bajnokok kommentálnának naphozat, hogy még ők se léteznek, nemhogy én. Tehát, érted? Borzalom. Tehát, ha sunyattá fogalmát nézed, az a teli üresség, vagy üres teljesség, és tessék a fogalmi szintű paradoxal barátkozni, mert ez így helyes. Üres teljesség, teli üresség, és akkor nem csúszol le a ló se objektív, se szubjektív, se létező, se nem létező oldalára, mert a téves nézetek patái megtipornak. Na, az fáj. A téves nézet, az fáj. És akkor jön a rendőrség, vagy a mentő. Tessék, még egy. Ki volt a következő? Hátul jelentkezett. Fiatal úr, tessék csak! Keresőként meditáció nélkül el lehet érni a megvilágosodást? Nem. Keresőként meditálni kell, és akkor eléred a felébredést. Köszönöm szépen. Szívesen. Aj, milyen jót tanultál apáttól, te. Megtanított egy pár jó dologra. Tessék. Hogy a zen az mit mond a, a, a szeretetről? Létezik-e? A zenőn magában csendes és szótalan. Mindig csak az ember pofázik. Te mit gondolsz a szeretetről? Szeretlek. Hát, hogy létezik-e feltétel nélküli szeretet? Már rég megkaptad a választ, csak nem vetted észre. Oké, köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés. Nekem még mindig van egy nagyon nagy problémám. Van két unokám, két fiú. Az egyik a szívem csücske, és sajnos a másik nem. Nem tudom, hogyan rakjam ezt magamba a helyre. De biztos, hogy velem van baj, tehát ez nem kérdés. Tágítsd ki a szívedet, hogy, hogy mindkettő beleférjen. Hogyan? Együttérzéssel. Igen, ez jó. Köszönöm. Szívesen. Egyszer azt mondtad, lehet, hogy sokszor nekem egyszer, hogy ha onnan tudod, hogy nem vagy jó, vagy hogyha nem vagy jól, akkor tudod, hogy nem vagy a valósággal kapcsolatban, mert a valóság és közéd egy illúzió telepedett. És ezt tapasztalom többször magamon. És az lenne a kérdésem, hogy abban a helyzetben, amikor van egy konfliktus, és erről is beszéltél már, hogy van ignorálás, és van a közöny. És egy konfliktus helyzetben az ignorálás nem megoldás, annál inkább a közöny. És hogyan tudom a közöny állapotát, mert úgy érzem, hogy nagyon vékony a mesgye. Hogyan tudom tisztítani, hogy ne legyen benne bűntudat? Hogy az valóban közön legyen, hogyan ismerem fel? Mit szeretnél kezdeni a közönnyel? Mondd el nekem. Talán azt, amit mondtam, hogy ne legyen bennem bűntudat. Nem. A bűntudat az egy köztes állomás, egy nagyon-nagyon rossz végállapotnak tűnő lelkiállapot között. Mi ez a végállapot, ami a közöny, bűntudat? Hol áll ez meg? Uh -huh. Segítek, magány és hogyha közönyös vagy, előbb-utóbb magányos vagy. Ha bűntudatod van, akkor előbb-utóbb egyedül maradsz a hibával, és nem is hagyod, hogy bárki más feloldozzon. Mert akkor nem lehetnél közönyös, legalább hálásnak kéne lenni. Tehát a közöny az a magány előszobája, és a semminek a fuvallata az arcodon. Nem. Ezt szeretnéd? Nem akkor nyugodtan lásd azt, hogy a közöny hiba, a bűntudat jelzi, hogy itt valamit rosszul csinálsz, és akkor tessék segíteni másnak. A másoknak nyújtott segítség az, amit az elképesztő belső munkát, amit láthatóan elvégeztél itt kognitíve magadon, azt érzelmekkel meri összekötni. Tehát te elképesztő munkát fektetél abba, hogy a szívcsakrad és a homologcsakrad ne találkozzon. Akkor én értelmeztem félre valamit az egyik kérdésnél, amit egy videóban hallottam. Vagy azt gondoltam túl, vagy azt gondoltam tovább. Más gyógyszerét nevedbe. Uh -huh, jó. Tehát nézd meg azt, hogy mennyire szólt annak az embernek a válasz, és mennyire a te kérdésed az ő kérdése. Uh -huh. Soha nincs teljes átfedés. Jó? Igen, köszönöm szépen. Szívesen. Hát én is a közönyt akartam szóba hozni. De... Nem érdekel. Teljesen hidegen hagy. Jó. Meg se válaszolom. De, de válaszolj meg, négy Akkor már nem vagy közönyös. Olyan vonatkozásban érdekel ez engem, hogy érzések és a kognitív funkciók közötti kapcsolatról beszéltél az előbb is, és hogy az érzelmi bevonódás, vagy az érzelmekkel való azonosulás, az mennyiben azonos? Tehát, hogy egyáltalán nem azonos. Tehát az érzelmi bevonódás, az minden kapcsolatban szükséges. De ha te azonosulsz az érzelmekkel, nem tudsz kijönni bizonyos állapotokból, és a kapcsolat, ott inteked egy hello, változni kéne, mert én se vagyok már ugyanaz, mint tegnap. És hogyha, miért néztél rám úgy egy hete? Azonosulás van, a bevonódás az újba lehetetlen azonosulsz egy érzelmi állapottal, a következő pillanatban már nem tudsz bevonódni egy frissebb érzelmi állapotba. Ha csak a saját szemszögéből látja, előbb-utóbb az összes gondolat és az összes érzelem teljesen hiába valónak tűnik. Mert nincs mögötte másik ember. Nincs senki a vonal a végén. És itt van a közönynek egy másik elképesztő, ilyen rákszerű, beteg, borzalmatos dolga, hogy a magány, az sajnos megszokható. Meg is lehet szeretni. Nem. Valami ideálképet szeretsz meg a magányban, ami még rosszabb illúzió, mert megpróbálod megfogni, és nincs. De mikor nincs másik ember a vonal végén, valójában nem szólsz senkihez, az érzelmeid nem közlekednek más emberével, az egy idő után katasztrófa, azt épp elmű ember nem szokta sokáig bírni. Miből látod? Pótszerek, pótcselekvések, alterégok, amikor ezek felmerülnek, akkor te érzelmileg valójában nem vagy a helyedem. Felvet viselkedés, mint pótolod önmagadat. És ezért például nem hisznek neked az emberek. Vagy nem fogadnak el, vagy gyanakszanak. Ez mindennek a kettősségnek a gyönge vagy erős visszatükrözése. Legyél tiszta és egyenletes jelenléttel, de ne légy közönös. Én, én azt gondolom, amit mondtál egyébként, tehát hogy a másokon való segítés, tehát hogy a, az, az úgy nagyjából igazolja azt, hogy az ember valóban -e vagy sem. Ha tudsz segíteni másoknak, akkor vagy nem vagy közönös, vagy kiléptél belőle. De közönösen nem tudsz segíteni senkinek, mert akkor mindegy. Mindegy, hogy elpusztulsz előttem, vagy boldog leszel. És a saját elpusztulásom lehet mindegy. Tehát, hogy amikor mondjuk Egyedül élsz ezen a bolygón, te, kis hercegnő, te? Vagy legalább van még egy róka, aki beszél hozzád? Hát vannak rókáim. Persze. Helyes. Egy egész róka farm. Hát akkor tényleg nem vagy egyedül. Legalább ezeknek a rókáknak nem mindegy, hogy élsz-e, halsz-e. Kapcsolatban élő társas lények vagyunk, fogjuk föl. Nem pusztán magunkért élünk ezen a földön. Ezért a pusztulásunk sem mindegy. Hát azért nem. Hát nem. Én azt szeretném kérdezni, hogy van-e, tehát a másokon való segítésnek van-e határa, és ha igen, akkor az milyen határ és hol van? Van. Két kéz, két láb, egy fej, egy élet. Ez a határ. Lelkileg mindenkin tud segíteni, hogyha elég nagy a szíved, és mindenki iránt együttérzést tudsz tanúsítani. A tevőleges segítségnek óriási határai vannak, és ez nagyon jó. Uh -huh. Ugyanis, ha te olyan lennél, mint Constantin száll, az ezer szem és ezer kéz szatvája, akkor mindenki tevőlegesen tudnál segíteni. Megjegyzem, ezt ő sem teszi. Az ezer szem az a tenyerében van, tehát az ezer kéznek a közepén van a szem. Nagyon fontos. Miért? Mert látva cselekszel, és a cselekvésed a látás. Tehát a segítség az azt jelenti, hogy nem veszed át mások karmáját, mert egyébként se tudnád, nem teszel mások helyet olyat, amit nekik kéne, nem lélegzel mások szájával, orrával és tüdejével, hanem felébreszted őket annyira, amennyire ők ezt hagyják. És ez a szellemi autonómia, ennek a visszaadása, az erre való ráébresztés az igazi segítség. Tehát nem valaki helyett teszel meg dolgokat sőt nem hagyod, hogy helyetted megtegyenek dolgokat. Ami a te dolgod, az a tiéd, te karmád, te életed, te csinálod, ami a mási, az a másé. De közben egymásnak tudunk segíteni, hogy erősebbek, világosabb tudatúak, önállóbbak, együttérzőbbek, bölcsebbek legyünk, és ennek a legjobb útja az, hogyha a felébredés útját járjuk. Ez az, ami megszabadít minket az illúzióktól. Nagyon sok embernek tudsz segíteni, de senkinek nem tudod a munkáját elvégezni van, hogy fájdalmas nekem. Tehát, hogy látom, általában látom azt, hogy, hogy egyébként, hogy hol a határ, nyilván az egyén függő, mindenkinél más. És, és, már ki tudom mondani azt, hogy nem. De ez nekem fáj. Miért fáj? Mi az, amit belül fáj ennek a következtében? Mert valamiért azt érzem, hogy az egyik részem azt mondja, hogy teljesen tiszta az, hogy, hogy ez eddig és nem tovább, tehát megvan ez tudatban, de, de, de nekem meg olyan rossz érzés. Ami ezt a rossz érzést érzi, az az, ami a lehetetlent is meg akarja oldani. Ami a végtelenben nyúló akarat, ami valahol annak a vízfénye, hogy mi jóval több vagyunk, mint test, lélek és azon belül elme, és meg akarjuk haladni a korlátainkat, de nem akarjuk elismerni a határainkat. Tehát fáj az eredeti tudat fényében a mulandóság, határoltság, feltételes kötöttség, tökéletlenség, mindaz, ami az emberben így a keletkezett, az fájni tud, mert van egy olyan tudásunk, egy ismeretünk, hogy ennél mi jóval többek is lehetnénk. És ezt kell tudni elengedni, mert ez az elmének egy olyan játéka, ami ön és közveszélyes. Tehát a meghaladó bölcsesség nem azt jelenti, hogy a tested és a lelked határait kitolott 13,7 milliárd fényévnyire, amely az ismert univerzum jelenlegi átmérője. Nem erről szól. Arról szól, hogy szabadítsunk meg minden lényt a szenvedést, és ez nagyon más. Nagyon más. Ez arról szól, hogy minden embert, akivel az utatba kerülsz, segíted a felébredés útján csak példával a mindennapi élet szintjén. Nem rohangálsz a senkihez zenkönyvekkel, hogy érdekli-e. Ez nem egy ilyen műfaj. Hanem a saját cselekedeteinkkel, beszédünkkel, gondolatainkkal és érzelmeinkkel az egyet éljük és adjuk át. Ezek olyan magvak, amelyek a lélek talajából előbb-utóbb kihajtanak, mert az ember iszonyatosan megjósolható, hogy boldogság kereső és szenvedés lény. És hogyha te jól látod a boldogság forrását és a szenvedés enyészetét, akkor az úton jársz. Akkor a felébredést éled, tapasztalod és haladsz a teljessége felé. Ebben a haladásban tudsz az embereknek segíteni érdemben. A karmáját mindenkinek magának kell megoldani. Megköszönöm mindegyik a ma esti tiszta szemű, gyönyörű figyelemmel áthatott jelenlétet. Remélem, hogy még sokszor találkozunk akár itt helyben, akár a templomban. Gyakorlunk együtt, tapasztaljuk a tiszta tudatot, és ezáltal megszabadítunk minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet.